Magyarországon 2015-ben indult az iskolamosdó felújítási program. A cél, hogy a hátrányos térségben elhelyezkedő kisiskolák mosdóinak felújításával javítsák a gyerekek higiéniai körülményeit. A Domestos felajánlása 15 millió forint volt az idei pályázaton nyert 4 iskolára összesen. A teljes összeg azonban a partner cégek támogatásának köszönhetően közel a duplájára nőtt. A projekt egyik legnagyobb támogatója a JIKA volt, akik idén először csatlakoztak a programhoz. A felkérés az érkezett hozzánk, és azt láttuk, hogy ez egy helyes dolog, ebbe szívesen részt veszünk, úgyhogy jót tenni jó, gyakorlatilag ezért csatlakoztunk hozzá. Nagyon örülünk annak, hogy a Roca Laufen csoport tagjaként a világ legnagyobb szanitárgyártó vállalata képviselheti így magát, és Magyarországon a két forgalmazott márkánk, a Laufen és a JIKA közül került kiválasztásra az a termék csoport, amit sikerült a mosdókba beépítenünk. Gyakorlatilag ezek speciális mosdók is, tehát például a tartályok kifejezetten a gyerekek számára készültek, és egy aranyos kis szöcske motívum van rajtuk. Ezek egyébként nem egy design cég megalkotásai, hanem a Európában a legidősebb szanitergyár az Noimóban van, ez a IKE, 140 éves lesz idén, és ott hirdettek egy pályázatot, ahol az ottani egyik dolgozónak a kislánya rajzolta ezt a kis szöcskét, és így kerültek rá a kifejezetten gyermekeknek készült termékekre. A globális kezdeményezés lokális megvalósítására egyre nagyobb az igény. A felújítás mértéke minden esetben az adott iskola állapotától függ. A Herceg úti általános iskola mosdója 3 millió forintból újult meg. Ez egy viszonylag régi épület. Most ünnepeltük 2 héttel ezelőtt az építésének a 90. évfordulóját. Jelenleg alsó tagozattal működik az iskola, 43 gyerekkel. A specialitásunk az, hogy német nemzetiségi oktatás folyik itt, és ennek a segítségével a gyerekek külön önálló osztályba, kisvédszámú osztályba tanulhatnak. A térség többi iskolája is legalább 40 éve épült, azóta csak apró felújítások voltak. Ezért fontos, hogy az összes pályázati lehetőséget megragadják. Jelenleg a elmúlt 50 év legnagyobb iskola felújítási programja van folyamatban, amit a választókerületemet érinti, hiszen 2 tankerülethez tartozunk, és több mint 200 olyan intézmény újul meg, ami úgy hiszem, hogy példaértékű lehet. Ezek kisebb és nagyobb felújítások, és ez körülbelül 2,3 milliárd forintnyi felújítást jelent. Tehát a pénz sohasem elég, tudnélék, amint említettem, az elmúlt 50-60 évben nem volt ilyen nagy arányú iskola felújítás a közoktatásban, úgy Magyarországon, mint Abó és Zemplénben. Az idei pályázaton Hetvehely, Pilisjászfalu és Révleánybár nyert felújítást Herceg út mellett.